Szép jó estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok, és szeretném tudni, hogy jó a hang, meg fel kell-e erősíteni? Azt mondják, hogy igen, mindenhol hallatszik, oké, okay, szuper. 8 óra van, szeptember 27-e, 2019, és most már régen nem tartott a Magyar Konferenciát, azt hiszem elmúlott majdnem egy holnap. Úgyhogy felveszünk, youtube-on lesz, ahogy az oroszok felrakják, és akkor már lehet továbbadni azoknak, akik ma este nem tudtak hallani. A múlt tíz nap elég aktív volt nálam. Kicsit utaztam, voltam Macedóniába, Skopje, Ohrid, akkor Belgrád, Szabadka, Budapest, Ljubljana, zagreb Rijeka, 3700 kilométert autóztam, és minden szerencsésen el, elment. Úgyhogy minden rendben volt, sok partnerekkel találkoztunk, tartottunk előadást, és napokba is kaptunk elég sok új információt, úgyhogy én ma este ebbe a prezentációba beleraktam ezeket az új információkat is. Lehet, hogy már valamit elolvastatok a weboldalokon, a hírleveleken, valamit kapunk mi, mint régióvezetők, és remélem, hogy tudok mondani valami újat is. Legelőször elmondom azt, hogy az idén mégse nem megyünk Dubajba. Úgy döntöttünk, ahogy beszéltünk az emberekkel, hogy jobb volna, ha jövőre mennénk, mert ha most decemberbe elmegyünk, nem is volna elég hely a hajón, és csak a sárgyat tudnánk meglátni, és ha jövőre ilyenkor megyünk, november-decemberbe, akkor meg lesz a sárgya teljesen, tudunk ott is közlekedni a Dubai Skypod 15 kilométernek is. Októberre késznek kellene lenni, mikor kezdődik a Expo 2020, ahol 25 millió ember eh, megnézi ezt a nagy kiállítást, 6 hónapig fog tartani. <kül> És eh, eh, el tudunk menni a expo is, meg el tudunk menni a eh, Skypod, az a 15 kilométeres, ami kész lesz. Úgyhogy ez a Három fő ok, amit két napba Dubajba fog tartózkodni a hajó. Elég lesz, hogy ezt körülnézzük. Lehet, hogy még vannak olyanok, akik nem ismerik eléggé a Skyway-t, vagy akik fogják hallani a Youtube-on akkor elmondanák egy pár szót, hogy mi is a Skyway. Bocsánat kérek, hogy horvát prezentáció. A horvát prezentációt hetente többször és frissítem, és egyszerűen nincs annyi idő, hogy ezt mindet rakjam át magyar nyelvre, úgyhogy jobb, hogy legyenek a friss információk. Még tegnap este eszéken tartottam infót, de azóta már frissítettem valamit, úgyhogy ahogy valami új információ van, mindig berakjuk. A Skyway egy olyan közlekedési rendszer, ami egy új, innovatív uh, féle, ahol uh, a vonatok uh, nem lent a sinem mennek, nem a, nem a városba, hanem és fél 10 méter magasra építenek oszlopokra ilyen sineket, vagy kihozák a zsinort, zsinórokat, és ezen közlekedik a, a vasút. Úgyhogy az egész minden elektromos, ideig még nem döntöttek, hogy legyen benzines vagy valamilyen más jármű, 100% elektronikus, elektromos, és az is igaz, elektronikus is, mert nincsen sofőr, és egy szobába irányítsák ezt az egész szerkezetet. Egy másfél hónapja voltunk Minzbe, ottan kipróbáltuk, utaztunk vele, úgyhogy sokan, akik először is voltak, mi már most harmadszor mentünk, de nagyon sok újdonság volt, erről is van egy pár kép. úgyhogy azt akarom mondani, hogy már létezik az egész. Aki ezt feltanalta, ez Anatoly Eduardovich Yunitski, egy belorusz tudós, és ő 40 éve készítette, már 2001-ben próbálkozott elindítani Oroszországba, utána Litvániába, végül kiderült 2014-ben, hogy Belorusziába legjobb, ahol felnőtt és ahol született. Úgyhogy 2014-ben nyitott egy céget, 25 embert befogadott, mint munkás. Ma több mint ezer magas rangú mindenféle kvalifikációs tudós dolgozik ebbe a cégbe. Nekem is volt szerencsém, hogy megismerkedjek vele, nem nagyon tudtunk beszélni, mert ő csak oroszul beszél, én meg valamennyit értek, de elég, hogy megközelítse az embert, kezet fogjon vele, Meglássa, hogy ez egy igazi ember. Ő nem pénzért csinálja ezt, tehát mindenki tudja, hanem neki ez az álma, hogy a világra hozon egy teljesen újfajta biztonságos közlekedést, és ami nem szennyezi a környezetet. Nagyon sok próbálkozás után, nem tudta összeszedni a 450 millió dollárt, aminnyit kellett erre a projektre, hogy kifejlesztjék ezt a technológiát. Ezért úgy döntöttek, hogy indítanak egy crowdfunding investíciót, ahol mindenki kis pénzzel be tud szállni. Ők nem árulják a részvényeket, hanem hivatalosan ez úgy van, hogy mi kölcsönt adunk a cégnek és mikor a cég kimegy a tőzsdére, akkor beváltják ezt tett hivatalos részvényekre, ami kint lesz a részvény piacon, és kaphatunk rá osztalékot, vagy eladhatjuk a részvényt, és sokkal drágábbal, mint amikor megvettük. Mikor 2014-ben indultak akkor uh, még olcsóbbak voltak, mint most, de azok már ugye várnak 5 éve, mi meg most indulunk, akkor kevesebbet kell várni, de kicsit nagyobb áron. De még mindig sokkal kevesebb, mint mikor kint lesz a tőzsdén, mert tudjuk azt, hogy egy dollár lesz egy részvény a tőzsdén. Ez nálunk úgy működik, hogy egy befektető, a most már vagyunk több, mint 400 ezeren, az egész világról azt mondják, hogy 200 plusz országba. És a Skyway Capital szervezi ezt, 27 nyelvre le van fordítva a weboldal, webiroda. Nekünk mindenkinek be kell regisztrálni, ingyenes a regisztráció, nem kötelező semmi vásárlás, nincs havi részlet, ami kötelező, csak amit mi választunk ki. Ha 15 dollárért veszünk egy részvénycsomagot, akkor annyi, mintha ugyanúgy valaki 150 ezer dollárért is tud venni, még több csomagot is. A Skyway Capital a GT-nek dolgozik, és oda irányítsa az összes pénzt. A GT az anyacég, ami ezt a technológiát kidolgozta, gyártotta tesztelik, és promoválják, és így lett a Skyway. Ezt tett, még két évvel ezelőtt mondtuk, hogy így lesz. Most már lehet mondani, hogy így lett, mert 11 fajta jármű készen van, és el van készítve, teljesen mehet a sorozat gyártásba. Az egész projektet 15 fázisba rakták össze, és a most még októberben 13. fázis vége lesz, úgyhogy novemberben már indulunk a 14. fázisba. A 15. fázis az volna az utolsó, de van egy olyan dolog, hogy a Junicki úr bemondta, hogy jövőre, októberbe, mikor elindul a Expo Dubajba, akkor meg tudjuk látni, hogy aláírnak szerződést 50 milliárd dollárért meg plusz, és ha ez megtörténik, akkor megkapják az előleget, egyszerűen azt fogják mondani, hogy többet nem árulnak részvényeket. Szóval nem kell nekik több pénz, és részvénycsomag nem lesz többet árusítva. Úgyhogy lehet, hogy a 15. Száz, ö, ö, fázis nem is lesz meg, vagy lerövidítik, lehet, hogy egy-két hónapig adják, hogy meglegyen az a 15 is papíron, de én szerintem jövő októberben kitudódik minden, mert ha megkapja az előleget, akár 20%-ot is, az már 10 milliárd. Mert minden fázisban 25 millió dollárt szednek össze, ami nettó megy az anyacéghez, és az a 50 millió, vagy 25 millió a 15 fázisból nem fog nekik hiányozni. Ez az én véleményem, én így gondolom, hogy így lesz, mert a Unicki már mondta, hogy ha előre, előbb, mint befejeződik a 15. fázis, ha aláírják a nagy projekteket, és megkapják az előleget, akkor nem viszik tovább. Nézzük kicsit a Maslowi valamelyik napi előadásról nagyon érdekes dolgokat. A 5. fázisban a diszkont 1 a 600 volt, és 2000 dollárért 1 millió 200 ezer részvényt lehetett kapni. Már a nyolcadik fázisba 5000-et kellett adni, és ha meglássuk, most a 13. fázisba, mikor 1,51 a diszkont, 23.530 dollárt kell adni, 1.200.000 részvényig. Most a 14. fázis, mikor novembert elindul, akkor 29.270 dollár. Ez egy óriási, óriási különbség, és lehet mondani, hogy azok, akik 2015-ben, 16-ban befektettek, azt hiszem, hogy a 16-ban, amikor én indultam, akkor 6. és 7. fázis volt. Úgyhogy még akkor, aki befektetett pénzt, most már sokkal többet ér neki a pénze. Megnézzük, a, a milyen ára volt a 5. fázisban, 0,0024 dollár. Ez ötöd része egy centnek, és most meg 14. fázisban már 4 cent lesz. Ez már 1667 százalék növekedést jelentett, és ha meglássuk, egy 5 év alatt és ez egy óriási, óriási. Bankra természetesen többlet nem lehet hasonlítani, mert ottan nincs kamat, és De egy valamilyen befektetés, ami ilyen 100 vagy 200 százalékot hoz évente, még ahhoz képest is ez egy óriási jövedelem, ami azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk. És ami még érdekes, hogy a, ez az értéke, ez, ez teljesen már reális, mert vannak gyárak is, vannak ekopark, most a sárgya is ki van építve, a nagyon sok, sok certifikátot levittek, ez is emeli a cégnek az értékét, úgyhogy ez teljesen reális. Mi az, ami felnöveli egy dollárra? Azok célprojektek. Már ez a 60 milliárd dollár is beleszámít, úgyhogy két-három év alatt az természetesen több, több dollárt és majd ér az egész. A GTI az anya cégnak 121 milliárd részvénye marad, amit nem fog eladni, nem is fog menni tőzsdére. Ez marad a cégbe, mint biztonság, és ez soha nem megy ki a tőzsdére. Úgyhogy marad 279 milliárd, ami el van osztva három holdingba. Holding 1, Holding 2 és Holding 3. Mi mikor bemegyünk a webirodába, és akkor megkinyissuk azt a menüpontot, hogy saját investícióm és saját certifikátok, ottan van egy PDF dokument, amit le lehet tölteni, és a Unitski aláírásával meg lehet látni, hogy melyik holdingba vannak a mi e, csomagunk. Úgyhogy attól függ, hogy mikor fektettük be melyik évbe. E, oda be van jegyezve ebbe a reg regiszterbe, és ott meg tudjuk látni. Azt ajánlják, hogy mindenki azt nyomtassa ki magának, vagy legalább szedje le a számítógépre, mint PDF. Ebből a három holdingból 49%-ot el lehet adni, és az első meg a második holding az már el is van adva. A harmadik holdingot azért csinálták, mert egyszerűen kimaradt nekik az első nagy befektetők, úgyhogy azokat bele belerakták a nagy holdingba, így akkor Itten 72 milliárdot lehet összesen eladni a nagy befektetőkkel együtt. Hogy mennyi részvény maradt, nem néztem most pontosan, de olyan 2-3 milliárd részvény maradt még, amit a 14.-15. fázisba terv szerint árulni fogják, ha mondom, előbb nem írják alá a szerződést. Van még egy 10 milliárd dolláros szerződés, amit uh, alá akar a Junicki írni, ez, ez, már előbb leng lesz, de itten ezt a tokenakkal akarják majd kifinanszírozni, és uh, mikor alá lesz írva ez a szerződés, a white paper oroszul teljesen meg lesz írva, akkor kiadják a tokeneket, és uh, lehet majd befektetni a tokenekbe, de ezek csak erre a célprojektekre mennek ezek a befektetések, és onnan kapják tokenba majd azok a befektetők az osztalékot. Úgyhogy ez is majd megjelenik a webirodába. Remélem, hogy ez érthető volt. Ez nekem ideig legegyszerűbb magyarázat. Három holding van, mindegyik holdingból 49%-ot adnak el. A GTA cégbe marad 121 milliárd plusz 2 százalék, még egy tartalék, és nekünk ez mind azt jelenti, hogy erre a részvényekre, amik lesznek, mikor kimegy a cég a tőzsdére, kapjuk majd az osztalékot. Az osztalékot úgy osszák el, hogy az összes költséget kivesznek belőle, kifizetik az adót, és ami megmarad tiszta nyeresség, abból 20%-ot fizetnek, mint osztalékra. Itt is csak el van magyarázva, hogy hogy van összekötve a RSS Holding 1-es, a harmadik a Unitsky cégen keresztül, mind össze van kötve a Global Transport Investment vagy GT-vel. Mindenki, aki kifizeti a részvénycsomagot, egy hónap múlva körülbelül megjelenik a saját certifikátum menüpontban, és meg tudja rendelni a, ezt a GTI a holdingnak a certifikátot 10 dollárért, ahogy befizessük, beírjuk a címet, akkor ki is lehet már nyomtatni, de kipostázzák olyan 3-4 héten belül, és ezt mindenki megkapja a saját címére. Nekünk összesen 6 befektetési bizonylat van. Van a Skyway Capital Certificate, van a, ez a Euro Asian Real Skyway System Certificate, van a szerződés angol-orosz nyelven, akkor van a Eh, regiszterbe, ami a legfontosabb dokument, Unicki aláírásával. Eh, meglászik a eh, banki részbe, hogy vettük ezeket a részvényeket, és kapunk még számlát is, mikor befizettünk például bankon keresztül, vagy eh, kártyába, vagy ADV-kesen, kapunk egy e-mailt, és ott is megkapjuk. Meg még, még van egy bizonylat, amit rá lehet kattintani, most ne nyissam ki a webirodát, ahol írja, hogy mennyit pénzt fektettünk be. Úgyhogy hogy ez mind ki lehet nyomtatni a webirád, webiradából. Na itt van ez a regiszter, mikor bemegyünk, erre kell rákattintani és leszedni PDL-be. Nem tudom, hogy a mobilon hogy működik, vagy a távlagépen valaki nem tudja, valaki onnan is le tudta szedni de a számítógépen teljesen le lehet szedni az egészet. Itten meg lehet látni még a certifikátot, kinyomtatni, megrendelni, ezt mindenki meg tudja csinálni a saját webirodába, de ha kell segítség, természetesen biztos, hogy van jó szponzora, aki segít neki, ha gond van ebből. Ezt mondtam. 20% nettó hozam a cégtől, anyacégtől ki fogják fizetni, a, a, mint osztalék. A tokent most nem tudjuk még, ne, a tokenoknak van egy webirada, ahova azok, akik beváltották a részvényt, amit én mindig ajánlottam, hogy ne váltsák be, mert 100 ezer részvényt 2000 Tokenba váltottak be, és azt most 200 dollárért meg lehet kapni 2000 Token. Én szerintem senki tőletek nem akarja eladni 100 ezer részvényt 200 to 2000 Tokenba. London és Tokió tőzsdékre fognak majd kimenni. Mindig azt kérdezik nálunk a csoportba is, hogy e, e, mikor megyünk ki a tőzsdén. Na most e, már lehet látni. E, régen nagyon egyszerű volt, volt egy szergei, aki tartotta a konferenciákat minden héten, és akkor mindig mondta, hogy 6 hónap múlva, egy év múlva megyünk ki a tőzsdére, és akkor ezt, hát mit mondtuk tovább, e, végül kapott felmondást, mert ilyen dolgokat nem lehet mondani. E, most mi azt lássuk, hogyha ez a 60 milliárd az idén meg a jövőre alá lesz írva, ez már tudjuk, hogy mennyi osztalékot hoz. Ki van számítva, hogyha 66 milliárd forgalom van a cégnek egy évbe, és valakinek van 100 ezer részvénye, akkor 1000 dollárt fog kapni osztalékként. Ha 33 milliárd lesz a forgalom, akkor 500 dollár lesz 100 ezeren. Ha valakinek 1 milliója van, és a 33 milliárd forgalom után kap, kap 5000 dollárt, a 100 ezerre meg 10 ezer dollárt. És ez, ez a matek így, így van kiszámolva. A, ha a jövőre ez a 60 milliárd alá lesz írva, ez 2020, ha 2021-ben megint lesz egy ilyen 50-100 milliárd aláírva, akkor én szerintem a 2022-ben őket senki nem tartja fel, hogy ne menjenek ki a tőzsdére. Ez a reális lehet, hogy valaki már előre várta. Mi is vártuk már januárba, 2018. januárba is, ahogy mondta a Szergei, de most mikor lássuk, hogy mit meg kell tenni a cégnek, kell, hogy legyen forgalom, kell, hogy építkezzenek, és akkor akkor lehet gondolkodni, kimenni a tőzsdére. Mert ha most kimennének, a reális ára 4 cent lenne. Igaz, mi mindannyian pluszba volnánk, akkor is. Lehet, hogy felmenne 10-15 centre is, de inkább akkor jó várni, még elég erősek lesz a cég, mert mindenki várja ezt ott a jövőt ott a Dubáiba, mindenki meg akarja látni hogy egy igazi komerciális célprojekt működik, és nem máshol, mint Dubai központba, a város központjába. A Skyway technológiát a Oroszország elismerte, mint egy különféle uh, uh, transportot akartam mondani, de azt én nem értitek, hanem uh, egy, egy új fajta közlekedés. Úgyhogy el van ismerve az Oroszországban. Van egy pár kép, ezt már lehet, hogy valamit láttatok. A Expo, nem is Expo, hanem a Marina Gorkába bemutattak új technológiákat. Úgy éreztük magunkat, mint egy jövő okos városba mindent elkészítettek, rökködtek a drónok, nézegettünk, ez augusztus 17 én volt, Öt fél ezer ember meglátta ezt a technológiát, mindenki tudott utazni, a Unibus, ez a sor 48 személyes Unibusra volt, mint egy autóbusz, ugye, az is 48-51 ülése van neki, és nagyon jó éreztük benne magunkat, nagyon uh, csendes és nagyon kényelmes volt az utazás. Unimobilt is valaki, aki akarta, uh, oda, odaadták, hogy menjünk vele egy pár körrel. Én nem is tudtam, de egy szlovén barátom, üzletársam kipróbálta, azt mondta, hogy nagyon finom. 2023-ban 2023 fogják majd. Uh, sorozatgyártásba tenni, de eladják valaki másnak, mert a Skyway nem fog ilyesmit gyártani, hanem mennek csak a ezekre a Skyway vonalra. <kül> a Nadesda kinyitotta a új csarnokot, ami 1000 négyzetméter, és most már egy tíz napja elindult a sorozatgyártás, a járművekre, ez Minskbe van, a ipari területen, a városba. Itt fogják majd gyártani az első célprojektekre a járműveket, és a kétfajta járműt készítenek a emirátusi országokban. Ez a VIP Unicar, ami nagyon tetszik, ilyen kényelmes ülésekkel van, és a vietnámi 26 befektető, elmentek a gyárba, és ezt körülnézték, de voltak a magyarok is közöttük, például Csaba Sebestjén, és ott volt, azt mondja neki nem is voltak ezek a zsinorok be is ülhettek. 11 fajta jármű készen van, azt mondta Junitski, ez egy nagy munka, ebbe a 4-5 évbe és két fajta a Univint és a gyors Unibus, azt kell még megcsinálni a certifikátot. A Univint az, az most készítik, a gyors unibus t uh, Sárjába és ottan, uh, ahogy uh, építik azt az új 25 kilométert, ami nagyon gyorsan kész lesz, akkor ottan megkapja majd a certifikátot is, és 500 km sebességre kérik, de 450 lesz majd a szabad sebessége. Nagyon szépen néznek ki a járművek belőről, több fajta van, kicsi, kétszemélyes, hatszemélyes unikár, 24 személyes unikár fürdőszobával, ezt fogják most kezdeni építeni, és igazán, ha oda megyünk, és élve, meglássuk ezt az egészet, akkor ez teljesen egy más dimenzió. Lehet látni, hogy nincs, nincs sehol a világon. Ilyen technológiá most összehasonlították a varra monorail úgy néz ki, mintha 50 év különbség volna a két technológián között. Nálunk eszéken a villamos 135 évet ünnepli, és gondoljuk arra, most egy ilyen 100 éves plusz technológia, vagy egy SkyWay, ami teljesen új, nem lehet egyszerűen összehasonlítani. A Unibike két személyes, ez, ez megy a sorozatgyártásra, és küldik Dubajba, meg a Unicar, ami hat személyes, ezzel is utaztunk most Marina Gorkába, ez is nagyon kényelmes, felvitt bennünket olyan 20 méter magasra, azt hittük, hogy majd úgy érezzük magunkat, mint a ringis de nem. Olyan, mint egy nagyon jó minőségű lift, és egyszerűen nem érezni, hogy visz felfele. Senkinek nem volt hány ingere, mindenki jó érezte magát. Szuper, úgyhogy nagyon jó volt. Én is le akartam fényképezkedni, a rta az a Dubái Közlekedési Minisztérium, akivel kötötték a szerződéseket, memorandumokat, és utána lett a Mohamed Bin Rashid a Dubái vezérrel aláírva azok a projektek, amit most készítenek. Ez a két Unibus arra lett jártva, és azt mondták, hogy a Belarus közlekedési minisztérium rendelt tőlük 30 darabot, és a, vannak ilyen mocsári terek Belarusiába, a, meg a, akik a, 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 dolgoznak a erdőbe, és ilyen munkásokat fogják majd vinni. Nagyon nehéz a telep, és a, ez, a, ez a fajta Unibus, ez egy könnyű, egyszerű, olcsó verzió, ami a munkásokat viszik majd a munkahelyre. Úgyhogy ez is volt egy meglepetés. És akkor lehet látni a Unicart, ami hat személyes e, ilyen kupéba van, e, össze lehet kötni 168-ra, és a Unicart van elfogadva a legjobban, és érdekes, én is mikor bemutató tartotta mindenkinek, a Unicar tetszett legjobban. A Unicont az 35 és 50 tonnás konténereket tud vinni, ez még nem kész, én azt hittem, hogy bemutassák, de úgy látszik, hogy más dolgokat készítettek, ez majd úgyis sárgyában lesz elvéve. Igaz, hogy a hatodik pálya a Júni Kontra sem még nem kész a Marina Gorkába, de az idén biztos, hogy befejezik. Ez egy tavalyi kép, a fiaimat is elvittem Minzbe, meglássak ezt a technológiát. A Juni Windet kitették, de most már közlekedett is. A Univind Wind nagyon gyorsan ment, nehéz volt fényképezni, videózni is, úgyhogy használjuk ezeket a profi videókat mert ő tehát igazán 80 sebességgel, 100 is lehet, hogy ment, nagyon gyorsan, mert nagyon jó gyorsulat van neki, mert könnyű. A Unibike, ez a Unibike uh, ismerte meg a, ismertette meg a arabok, uh, világát, mikor du Dubaiba ki lett téve a kiállításra, utána egy hónap után már ott voltak Minskbe, azt mondták az arabok, nekünk ez nagyon szép, meg szuper, adunk nektek földet, homokot, sárgyába, építsétek fel ezt a technológiát, és ha működik a homokba, plusz 60 fokba, a nagyon nagy szelek, amikor vannak, meg ami a legfontosabb, <kül> nagyon sok só van a levegőben. És ha ez működik, akkor 50 milliárddal indulunk, milliárd dollárral indulunk és építkezünk. Na, még a sárgya se nincs átadva, még nem is vejezték be, ezt októberra tervezik, de már alá van írva a Unitsky-val, hogy a 15 kilométert a Dubaiba, amit később megláttunk, képeket, és az a 50 milliárd, az még majd a jövőre meg lesz. A Junitski a Unibus-t bemutatta Berlinbe is, Tavaly szeptemberben ott voltunk, megnéztünk, bele lehet ül, ülni, most meg a, 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 a ekoparkba lehetett látni, hogy, hogy közlekedik. E, minden szenzorokkal, GPS-szel, e, kommunikációs rendszerrel, biztonsági rendszerrel, aki bejött 10 perccel előbb a mai webkonferencia előtt, az meg tudta látni, hogy hogyan próbálja ki a Junicki, mikor előre megy, utána megy a Unibus, mikor hátrafele, akkor hátrafele megy, úgyhogy vannak ilyen szenzorok. Engem van megdöbbent, hogy blockchain rendszerrel lesz ellátva az egész, és a vasúton akár egy repedés, vagy akár egy nagyobb madár rászáll, azt is jelzi, és tudnak reagálni, hogy megállni, meg, megjavítani, Úgyhogy nagyon-nagyon biztonságos lesz nem lehet úgy, hogy valaki feljön este levágja, és rájönne a Unibus, és összetörne magát. Ilyen nem történhet, mert minden fel lesz figyelve. Még azt is mutatták, hogy mikor valaki beül akármelyik unibuszba, vagy unikárba, és ha visz egy fegyvert vagy egy ö, valamilyen kést, vagy bármi, ami veszélyes, akkor már azt jelzik. Ez a repülőtéren már van ilyen rendszer, úgyhogy ezt, ez is bele lesz építve ezekbe a rendszerbe. Például, ha valaki fog egy kalapácsot, beviszi, nehogy összetörjön valamit, ez, ez mindjárt jelzi, és akkor már reagálnak. <tosz> Többféle állomások vannak, 6-8 négyzetmétert foglal el egy zsúhott városba. Ez nagyon fontos, mert olyan városokba, ahol nagyon kevés hely, most én sokat járok Belgrádba, Szkopjeba, Budapesten, nincs hely képíteni, ott lehet találni 6-8 négyzetmétert, ahol lehet. Ahol van több helyen, hely, parkokba ez egy dubai projektből az állomás, olyan lehet többféleképpen, vagy a összeköttetés a városival és a városon kívül, a, ez mondjuk rá, egy város szélén van egy állomás, és innen, vagy a város központba, és akkor innen mehetnek tovább az emberek. A moszkvai célprojektról ahol megfordulnak, ez a végső állomás, ami természetesen később ki lehet építeni, hogy menjen tovább. Vagy az állomás belseje, ahol meg lehet látni, hogy egy applikáció mobilon, vagy egy, mint egy kis karóra, nem kell hozzá se érni, csak bemegy a utas, és már jelzi a blockchain, hogy ő itt ebbe a, ezben az állomáson beszállt, és egy óra múlva kiszáll egy másik városba, vagy másik országba, akkor megint, mikor kijön, jelzi, hogy most itt szállt ki, és ennyi dollárt, eurót, forintot vett le neki. Ezeket természetesen fel lehet tölteni majd az állomásokon, kártyával, vagy ha használjuk a Skyway tokent, akkor avval lehet fizetni, mert az lesz a fizető eszköz. A Skyway már 17 világkiállításon volt jelen. Most tudjuk, hogy egy éve tavaly, március óta nem mentek sehova, de a Expo 2020 Dubajban a 25 millió ember egy exkluzív stand lesz nekik, és oda mi is el szeretnénk menni. 30 euró lesz csak a belépő egész napra, úgyhogy meg fogjuk nézni a export, és egy óriási technológia azért is tart 6 hónapig, mert az egész eh, üzleti eh, világ ott fog lenni. Ide minden komoly cég elküld valakit, minisztériumok eh, és eh, minden korporációk, ott lesznek, és meglássák a Unitski technológiát, ami az lesz, hogy azt mondja nekik a Unitski, most ezt meglátjátok itt bent, menjetek ki a városba, fizessetek 5 dirhamot, és 21 állomást próbáljátok ki, hogy megy a Unicar és a Unibike. És ez lesz a csúcs, én szerintem New York, Shanghai, Hongkong, Szingapúr, Tokio, Ausztrália bárhol nem volna ilyen nagy hatás, mint ami lesz most Dubajba jövő októbertől. És azért nekünk is ott kell lenni majd. Én március végén voltam, akkor még nagyon keveset lehet, lát, lehet látni a sárgyába, de. Két hét után már 42 Skyway Capital tag elment, akkor már bemutatták az első oszlopokat. Lehet látni, hogy a SOLAR napkollekterek fognak majd. Oda lesz építve, ami termeli a villanyármat. És itt van most a Frantisek SOLAR szolárbót tegnap előtt, Dubáiba, sárgyába kicsit lefényképezte, így úgy, hogy látszik, vannak ilyen kis újabb képek is. A többi tasztot nem fényképezték, azért, mert októberben, mikor kinyissák, akkor akarnak új képeket mutatni, hogy meglegyen. A Skyway nyitott egy leányvállalatot, úgy hívják, hogy Skyway Green Tech, ez Emirátusokba, és a Pavel Skolybeda az igazgató úr, a RTA minisztérium, közlekedési minisztériumnak ez a hivatalos weboldala, úgyhogy ez meg volt hirdetve. Járnak a tárgyalások, azt mondta Junitski, ilyen 15 memorandum alá van írva, és a célprojekteket akkor októberre tervezik majd aláírni. <laughs> Igen, a Dubai, vagy Emirát is soknak ki van számolva, ilyen 23-25 évig lesz még e, e, nafta, és addig, addig fogják bányászni, utána akkor már nem lesz, de addig ki akarják építeni, hogy ez legyen a világ központja, a London is el akarják venni a, a, a legnagyobb tőzsdét is, New York is, is kicsikarni, amennyit lehet, és rettentő sok pénzt befektetnek a turizmusba. Ebből akarnak élni, azért építenek minden ilyen újdonságokat, hogy hogy hozzák az embereket, a, turiz, a turizmust is, meg a, a, a üzletembereket is. Itt lett bemutatva a sheiknek, 5-7 perc egy célprojekt, és utána lehet látni, hogy már aláírta. Ez egy másik sejk, Abdel Karim Almosul. Ő, egy, egy, ő, a legnagyobb egy, cége van, a építkezői cége Irákba, és ő fogja építeni ezeket a célprojekteket, és most tudjuk, hogy a Hanoi-Vietnámi projektet is ő fogja építeni, mert ott is el van már minden készítve, a vietnámok már kifinanszírozták, úgyhogy a építési engedélyt készítik neki. Erre még nem kapták meg az engedélyt, ez a célprojekt a okos városokra, okos házakra. Ez Abu Dhabi-nak Abu Dhabi a, a, a város mellett lesz majd felépítve egy nagyon szép lehet mondani, hogy a legszebb projekt a Skyway-ba, ilyen magas sziget, műszigeteket építenek, és a műszigetre építik ezeket a várost, vagy a házakat, épületeket, azért, mert tudjuk, hogy nagyon kevés hely van, és akarnak ilyeneket is csinálni. Ez például egy igazi... Uh, jövő, jövő épület, ahol még helikoptereket is uh, lehet, uh, lesz egy ilyen hippodrom helikopterekre. <kül> Ezek a célprojektek, amik összekötik az egész uh, Emirátust, Dubai, Abu Dhabi lesz az első, egész Katarik, Szaud arábiába is, meg fent Ománba is, már tárgyalnak. Nagyon sok projekt van, de természetesen, még a Unitszki ezt a projektet, amit lehet, hogy még az idén aláír, 10 milliárdos, amit, mond, amit most bemondott Marina Gorkába, 5 is fél órát beszélt, nem egyhuzamba, de kettő-háromba, nagyon gyorsan alá fogjuk írni a 10 milliárd dolláros célprojekteket, de nem szabad elmondanom a részletesen, de ez nagyon gyorsan meg lesz. Most ezt olvasom, így így írta. És akkor, aki a Expo 20-ra eljön Dubaiba, meglássatok, hogy 50 milliárd, meg plusz célprojekteket írunk alá. És ez kell nekünk, mert ez a sorozatgyártás az megvan, elindultak a, a két projekt, lehet mondani most a sárgya is már vége fele van, az a 25 km az pluszba lesz, <kül> és a Dubajba központ, ez lesz egy első komerciális, ahol az utasok fogják fizetni, és menni ezekkel ezek, a járművekkel és ha ez a 50-60 milliárd meg lesz, akkor ez egy óriási lépcső, én úgy szoktam mondani, hogy elinduljon a cég, helyre jöjjön, pénzt keresen, és készítsék akkor a többi projektet, és mehetnek ki a tőzsdére. A Peruban van az a Nueva Lima, új Lima város, ami Skyway nélkül nem akarják képíteni, brazilok is nagyon akarják, úgyhogy vannak sok, sok ország, ami nagyon-nagyon várja. Én intézem a Macedon projekteket, mostan van Ohrid, az egy nagy, legnagyobb tó, és van egy Presvanska tó, ezt a két tót össze akarják kötni, már készítik a pénzt, keresik, hogy honnan szedjék össze 20-30-50 millió dollárt, úgyhogy ahogy a Skyway majd Elindul építkezni, meg lesznek Európába az építkezési engedélyek, akkor Európába is kezdjük majd ezt építeni. A dubai központban itt van a Burj Khalifa, ez a 828 méteres legnagyobb épület, 50 euróért fel tudtak menni, le lehet fényképezni, két órát fent lehet lenni. A, itt a Dubai Mall, ez a legnagyobb Áru, áruház a világon. Itten voltunk, ez, ez, egy ilyen kis tó, és a tó mellett este nagyon szépen lehet fényképezni a Burj Kalifát, ami változtassa a szint, és van ilyen tűzijátékos, tűzijáték is, meg a tóba is vannak azok a, a, a ilyen vízijátékok. Úgyhogy ez, ez szuper itten este kimenni, Dubai Mallban lehet vásárolni mindent, mindent, amit csak elképzelünk, nagyon jó minőség és nagyon jó áron. Sokkal olcsóbb, mint ezekbe a duty free shopokba a repülőtéren, amit mondják, hogy olcsó. De itten igazán nagyon-nagyon jó minőségi dolgok vannak. Szóval itt a Jumeirah és ez a Burj khalifa ez a fő autópálya, ahol mentünk, öt sáv jobb felén, öt sáv bal felén van és tele van millió taxival. A Burcs Khalifától ez a tenger, ez körülbelül olyan 4-5 kilométer lehet, és ez a 15 kilométer, ez valahol itten fog közlekedni, lehet, hogy már pár hónap múlva már meg lesz ez is. De ez biztos, hogy a Dsumeirát, a ugye Kalifát, Dubai ezt össze fogják majd kötni. Itt van képbe is ez a Jumeira Central, pontos, ez a, ez a központja, Dubajnak a központja. Ez egy híd, amit a Sheikh aláírt, ez a hét projektről. Ez csak azért van itt, mert ez mellett megy majd a Skyway is. És ez a híd véget is az emberek beülnek a repülőtérbe, repülőbe, és elmennek. Ha Budapestről a víz er 200 euróért már elvisz, oda-vissza. Úgyhogy igazán nem drágán lehet. Ott meg 40 euróért lehet találni svédasztali reggelivel nagyon jó négycsillagos szobát. Atta a hotel az 40 euró volt, 50 euró az már fél panzió volt. Úgyhogy nem drága. A Dubai az tudjuk, hogy 21 állomás, 15 km és 8400 utast visz minden órába, minden felére. Szóval oda-vissza 16800 ember. Azt mondták, hogy ősszel 2019-ben építik, most már el vannak készítve minden, megvan a építkezési engedély is, és szerintem majd csak bejelenti a Junicki, lehet, hogy jövő hónapban, hogy elkezdték építeni, mert jövő októberre be akarja fejezni, és akarja bemutatni az egész világnak ezt a projektet. Röviden még elmondom, hogyan lehet investálni a Skyway-ba. Be kell regisztrálni, és akkor bent meg lehet találni a csomagokat. Természetesen egy verifikációt is kérnek, egy személyigazolványt, lakcinkártyát, és most ezt kicsit szigorítottak, ha valaki nem verifikálja magát, akkor nem is kapunk bónuszt, províziót, úgyhogy minél előbb, bár én mindig ezt úgy szoktam, mindjárt lefényképezem a személyigazolványt, felteszem, és másnap már verifikálva vannak. Vannak ilyen csomagok, ami 1000 dollár, 300 dollár, akkor gyerekeknek aki még nem 18 éves, van 65 és 150 dollár havonta 9 hónapig, prémium csomagok 25.000 dollár túl 150.000-ig, vagy 500 től 5.000 dollárig havi 10 részletbe, legkisebb csomaga 25 dollár a havi, 6.250 részvényt kapni, és ez összesen 10 hónapra 250 dollár. Senior az 500 dollár, a stabil az 1000, és a business 2000 dollár. Ezt mind lehet 10 hónapi lefizetésre megvenni. Még két-három nap van, hogy a EcoFest akciós csomagot megvegyük. 1000 dollárért 40 ezer részvényt kapunk. Ha valaki összegyűjtötte a bónusz számlán 1000 dollárt, 45 ezer részvényt kap. Ez most uh, október 1-től nem lesz, de októberben azt jelentették, hogy lesznek új befektetési lehetőségek. Egy, amit tudok, most nem tudom, hogy októberben elindul-e, a 10.000-től 10 50.000 dollárig, ez nagy, nagy investoroknak lesz, uh, egy különféle uh, diszkonttal és valamilyen pozitív uh, dolgokkal lesznek valamilyen csomagok, csak ezt tudom. Azt még akartam mondani, hogy minden célprojektre a Skyway minimum 25% tulajdon részlet lesz neki, úgyhogy a osztalék majd onnan fog jönni. Aki 75 éves vagy idősebb, azok nem sokára be tudják váltani majd a részvényüket dollárba, ad, ad a Skyway nekik egy ajánlatot, később meg lesz egy ajánlat, ami részvényeket megint be lehet váltani tokenba. De itten vigyázzatok, mert lehet, hogy érdemesebb lesz venni tokent, mert úgy volt régen, hogy 50 cent lesz, most meg kiderült, hogy csak 10 cent. Úgyhogy az a 100 ezer részvény, 2000 token az csak 200 dollárt ér. A 100 ezer részvény, meg most majdnem 2800 dollár. Úgyhogy kell vigyázni, váltani én szerintem nem érdemes, ahogy elindulnak majd ezek a célprojektek, akkor elindulnak a tokenek is vásárlása. Az bent lesz az irodába, az irodába, igen, az, az, majd bent lesz az irodába, akik idősebbek, hogy be tudják váltani, és később is beváltani a tokenba. Most az irodába nézitek körül, lettek új dolgok berakva. A építkezésre, aki akarja tovább ajánlani a Skyway-t, ott is vannak új weboldalok, amit lehet reklámozni megosztani a, arra a vikra, az egy ilyen, mint a szociál, mint a Facebook egy orosz oldalon, meg lehet osztani, meg ö, el lehet takarni, hogy ne látszódjon a mennyi pénzünk van, mennyi részvény van, úgyhogy állandóan bővítik a webirodát is. Ö, azt lehet mondani, hogy nagyon sok Ilyen nagy cégek, sikeresek vannak a világon, és ezek is, mint a Amazon, Alibaba, mind valamikor indult kis pénzekkel, kis befektetőkkel. Alibaba 100 dollárt, 1 millió részvényt adott a Jack Ma, ami most 160 millió dollár. Igaz, hogy ez elmúlott tizenvalahány valahány év, de ha akarunk nevetni egy kicsit, most már mi is ott vagyunk, 5. évnél és lehet, hogy egy 5 év múlva, 10 év múlva a Skyway uh, uh, részvények is ott tartanak, hogy 30 vagy 50 dollár lesz. Ezt most nem tudjuk, de arra mennek, hogy mikor elindul a tőzsdén, akkor első évben felmenjen uh, ilyen 3-5 dollárra, hogy annyi célprojekt legyen, már elég erős legyen, és uh, hogy a cég, cég legyen. A nagy csomagok, az természetesen bent lesz, az mindenkinek bent lesz az irodába. Igen. Vannak most is Szlovéniából befizettek ilyen nagy csomagokat, úgyhogy most is az emberek 25-50 ezer dolláros csomagokat is. Vannak ilyenek, akik egyszerűen nem tudják, hova befektetni, vagy befektetők. Megismerik ezt a rendszert. Vannak olyanok, akik várnak, várják, hogy minél később vegyék meg, mert neki nem fontos, hogy most 4 centér veszi meg, vagy 5 centér. És akkor 5 centér, ha 14. vagy ha lesz 15. fázis, utolsó pillanatban fogja megvenni, mert akkor tudja, hogy nagy ugrás lesz az 1 dollárért. Úgyhogy kalkulálnak az emberek, én dolgoztam ilyen pénzügyi üzletekkel régen, de a Skyway-be a három és fél éve igazán nagyon sokat tanultam a befektetőktől is, meg hálózatépítőktől, és látom, hogy hogyan gondolkodnak, és én is jobban megtanultam befektetni, mint gondoltam három-négy évvel ezelőtt, hogy, hogy nagyon jó ez a Skyway, meg lehet tanulni is mindent, meg eh, eh, szerintem egy eh, egyik legjobb eh, befektetési lehetőség. Miért? Azért, mert egy új technológia, amikor kimegy a tőzsdére, ilyenre most mindenki fektetnek be. Elektromos eh, járművek. A Dárko barátom volt a frankfurti kiállításon, azt mondja, hogy minden autógyártó csak az elektromos autókat mutatták be. 90% a elektromos autókat úgy volt, hogy majd 10 év múlva mennek, és már most megy mindenki az elektromos autókra. És nekünk egy plusz lesz, mert ez mégis fent lesz 6-10 méter magasan, és sokkal biztonságosabb. Meg, amit a Unitski is mindig mond, össze lehet hasonlítani a Teslával, csak hogy ezek sokkal-sokkal fejlődtebbek, és ami a legfontosabb, biztonságosabbak. Én már előre örülök annak, hogy nem sokára itt Európában is lesznek, de jövőre szervezzük, kicsit olcsóbb is lesz az utazás, ez a hajóutazás, így most 400 euró volna lehet, hogyha most elkezdjük szervezni, akkor 300 lesz, repülő is olcsóbb, ugye előre megszervezzük, és akkor elmegyünk, megnézzük Dubajba mert sokat fog jelenteni, bár akkor már vége fele lesz. Lehet, hogy már nem is lehet befektetni többet, én szerintem 90 úgy gondolom, hogy jövő decemberben nem lehet befektetni, csak majd a tokenokba, de ott leszünk is, és lefényképezünk, felmények az állomásra, utazunk, ez teljesen más, bár a Marina Gorka is szuper volt mint, de hogy elmegyünk egy Dubajba, és ott fényképezkedünk, az mégis más lesz. Mit nem mondtunk meg? Az első osztalékot 2021-re tervezik. Most 2020-ra én, én nem hiszem, bár valaki mondta, hogy lehet, hogy lesz, de ha lesz is, nagyon kevés lesz, mert az idén még nem voltak ugye, célprojektek. Uh, Úgyhogy a 2021-re akkor már szép szép osztalékot is tudnak majd kiadni. Két és fél év múlva uh, Emirátusokban meg lesz a 25 km, utána 60 km, amire uh, megkapták az engedélyt, ez egy évet vártak az engedélyre, arra a gyors uh, sebességű hyperlopra, nem, nem hyperlop, hanem Unibus, ami 1000 km sebességgel megy. Úgyhogy ez Abu dhabi túl fog indulni, majd Dubai fele. És azt mondta Junicki, hogy ezt is most az idén kezdik építeni. És egy milliárd dolláros lesz ez a célprojekt. <kül> Na, uh, ma már látom, hogy kilenc óra van, akkor elég unalmas voltam. Ma este köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy hallgassátok majd a YouTube-ot. Remélem, hogy tudtam adni egy-kár jó információt, valakinek esetleg egy motivációt. Ha aki megáludt, További jó éjszakát kívánok, és köszönöm szépen, és remélem, hogy találkozunk is nem sokára. Szép jó estét kívánok mindenkinek!